cső. Mindig pakolnak az emberek arról, hogy arany középút. De ugye? Állandóan hallod. Nem mondom azt, hogy minden nap, meg hogy mindenkitől, de baromi sokat hallod életed sorában, hogy arany középút. Életed során, nem sorában, mi a fasz. Ezzel egy probléma van, hogy az arany középutat soha a büdös életbe köbö senki nem találta még meg. Nézzük meg, hogy miről szól. Mondjuk egy választás, ha már itt tartunk jelenleg. Van két oldal, a legtöbb esetben két oldal van, ezt tudja mindenki, van, akit mindenki utál, meg van a többi, amit nagy rész mindenki leszar, de csak jobbak lesznek, mint akit utálunk. Típus, ugye ez volt most is nálunk, Amerikában ugye a Trump Hillary, féle republikánus demokrata agyfasz. Szóval általában ez a két oldal van. Soha nincs arany középút. Meg hogyha lenne, se érdekelne senkit, ugye? Mert igazából nyilván van arany középút, de senkit nem érdekel. De most nem ilyen politikai dolgokkal akarok jönni, mert nem erről szólna ez a videó, azt csak így példának hoztam fel, ha már aktuális úgy is, meg mit tudom én mi. Itt főleg azt akarom kifejteni most röviden, vagy hát amilyen hosszan sikerült, tök mindegy, leszarom, ha 80 perces lesz, majd nem bírok annyit felvenni, szóval annyi nem lesz. Hogy az emberek, minden ember nagyon okos és nagyon sok gondolata van. A legtöbb azt hiszi, inkább mondjuk így. És nem azt mondom, hogy én ahhoz tartozok, akinek ténylegesen sok gondolata van, meg minden, de én azért nagy részt úgy érzem, hogy van. Akár jó, akár rossz, tök mindegy, de megfogannak olyan gondolatok, amiket nem másoktól hallok és veszek át. TV, televízió, megint politikai példa, amit mond a Viki, vagy bármelyik, hanem amit így meglátsz, hogy éled az életed, és így észreveszel dolgokat. Na ezekből a gondolatokból és észrevételekből van kurva kevés manapság, és azért tartunk ott, ahol tartunk. És nem csak magyar viszonylatban, de ott nagyon, magyar viszonylatban nagyon, ez így az egész emberiségre ráhúzható. Nagyon kevés olyan nép van. Legalábbis, hogy mondjam, aki nem ilyen. Mert aki nem ilyen, az többnyire vagy így telibe szarja és éli az életét, mit tudom én, a skandináv népek, azok olyan szinten telibe szarnak mindent. De most tök komolyan mondom. Nyilván, hogyha közöttük élsz, akkor ez nem így csapódik le, de külső szemlélőként Ausztria, Svájc állandóan semleges. Totál, mint a telében lenne szarva minden, az közben úgy meg marha jó taktika. Nem kell benne lenni semmibe, valószínűleg nem is fognak atomot dobni a fejedre. Kategória. Ez mondható arany középútnak igazából, bár ez szerintem másból fakad, mint az arany középút kereséséből, ez így jött össze. Voltak annyira okosak az emberek, úgy voltak, hogy ne folyjunk bele semmibe, mert abból csak baj van. És mi látjuk legjobban magyarok. Azt, hogyha belefolyunk dolgokba, akkor abból baj van. Főleg, hogyha mindig a rossz oldalt választjuk, és a történelmünk megmutatta azt, hogy Mátyás király óta, az meg, mondtam egy hülye példát, azóta eddig, amiket választottunk, amilyen döntéseket meghoztunk, akár ország szinten, akár vezetői szinten, az mindig szar volt. Most akkor mi alapján gondoljuk azt, hogy ugye most jó döntést hoztunk, ugye? Na mindegy, nem ez a... Miért térek mindig vissza ide? Hát az, hogy nagyon aktuális az, hogy az embernek sok gondolat van ezzel kapcsolatban a fejében, viszont vissza kell fogni a gondolatait, mert ha politikát hozol alapból témának fel, bármilyen beszélgetésben, abból gyilkosság lesz. Ha pedig a YouTube-ra hozol fel bármilyen politikai témát, abból troll háború lesz. Fú, ez meg. Nem is troll háború, sima háború, mert a politikai téma az mindenkiből olyan indulatokat vált ki, bazd meg, hogy igazából pisztoly, hogyha szabad fegyvertartás lenne Magyarországon, mint ugye Amerikában, vagyis nem teljesen Amerikában, na mindegy, akkor bizony olyan lövöldözések lennének, mint az Atya Úristen. Két legjobb barát beszélget a politikáról, hogy végződik vérben, meg belegben, nyilván. Komolyan arra fordítsd a szót, amiről akartál beszélni. Na szóval, hogy mindenkinek nagyon szép gondolatai vannak, tök mindegy, hogy mennyire kopi, mennyire nem. Nyilván minden egyes ember más emberekből áll össze, amit tanultál a szüleidtől. Ugye te anyád, meg apád, meg nagyapád, nagyanyád vagy. Nagyapáid, nagyanyáid, inkább mondjuk úgy.
plusz egyéb olyan emberek, akiket hát sajnos többségében az emberek a televízióban látnak. VV Aurelio, vagy egy picit Alekosz, vagy egy picit mit tudom én milyen izé vagy. Brad Pitt-től tanultál dolgokat, mert néztél vele három interjút, az okos dolgokat mondott éppen ott, vagy valami. És valakivel elkezdesz szimpatizálni ilyen hírességgel. Jobb esetben elkezdesz szimpatizálni valami költővel, vagy íróval, akinek valódi gondolatai vannak, és még abban a korban élt, amikor lehetett beszélni valódi gondolatokról nagy közönség előtt. Akár könyv, akár újságpapír formájában, akár rádió, mit tudom én, csak hát már a polkorrektség is bejött ugye a képbe durván. Jó, mindig is volt valamilyen szintű polkorrektség, meg emberekben jelenlévő visszafogottság. Nyilván nem mondtunk ki soha semmit, ami, hát nem az, hogy semmit, de nem mondtunk ki soha mindent, ami bökte a csőrünket, vagy a lelkünket, mert ha így lett volna, már kihalt volna az emberiség. De jóval, jóval szókimondóbb emberek éltek annak idején. Mondhatjuk így, mert hát hogy mondjam, lehet nem igaz, lehet fasság egyébként, amit mondok ezzel, de manapság már egyértelműen túl van tolva a polkorrektség, és már nem igazán lehet beszélni semmiről, véleményt formálni, olyan, mint hogyha tökörrúgnád magad, vagy szúrnád, vagy letépnéd, vagy bármi. Kell egy kis innivaló, bazzeg. Szóval elértük azt a kort, ahol már semmit sem, most ittam, ahol már semmit sem nagyon lehet csinálni, mert minden rajta csapódik le. Ha véleményed van, akkor szarember vagy. Ha nem vagy termék, nem azt képviseled, amit valaki megfizet, meg mit tudom én, mi kontrollál, akkor már az értéked megkérdőjelezi a nagy közönség és az egész világ konkrétan. Pedig pont, hogy minden jobb ennél, ugye? De nem fog belemenni ebbe a témába, megint elkalandozok, az a baj, hogy mindig elkalandozok. Az emberi véleményformálásról, meg az emberi, hogy mondjam ezt igazából? Arról, hogy mindenki azt hiszi, hogy igaza van, típusú dolog. Mindenkinek van akkora egója, míg a legkisebb egóval rendelkező embernek is van akkora egója, bár ezt mondjuk meg tudnám cáfolni, hogy amit ő gondol, az azt hiszi, hogy úgy van. És mindaddig, amíg valaki, akire mondjuk fel nem néz, vagy akivel egyet tud érteni, vagy valami, az meg nem cáfolja azt neki hihető formában. Nos, ugye a probléma ott jön képbe, mikor az ember annyira makacs, meg annyira egoista, hogy egy másodpercig, kaptam egy üzenetet, bocs, egy másodpercig sem tudja a legértelmesebb, legjobb indoklás se meggyőzni. Márpedig bizonyos szempontokból a hülye ember ott kezdődik, akit nem lehet meggyőzni, és makacs. Nem a tanultság, meg nem az iskolázottság az, ami okossá teszi az embert nyilvánvalóan. Sokszor kifejtettem a véleményet arról, hogy a lexikális tudás az nem felesleges, de másodlagos. Sőt, mondhatjuk azt, hogy huszadrangú, nagyon sok más tudás formához képest. Nem itt, hogy fel tudnék sorolni nagyon sok más tudásformát. A valódi tudás abban gyökeredzik, hogy te saját magadat fejleszted, és nem azt, amit az iskola tanít. Amit az iskola tanít, annak egy ilyen 10%-a az, ami az életed során a hasznodra válik. Nagy eséllyel az lesz az, amiben elhelyezkedsz, mint munkavállaló. A maradék 90% meg olyan tartalom, olyan anyag, amit 10 éven belül minden egyes betű, mondat teljes mértékben ki fog hullani az elmédből, nem fogsz emlékezni semmire belőle. Ha szerencséd van, akkor az a 10% meg tényleg olyas valami, amilyen téren el fogsz helyezkedni. Hogyha tehetősebb vagy, szerencsésebb vagy, jobban sikerült az életed, a fiatalkorod, a tanulmányod, akármi, akkor meg még esetlegesen ugye konkrétan úgy tanulhatsz tovább, hogy azt tanulod, amire szükséged lesz az életben, meg hasonlók. Azt most nem vettem így bele nagyjából, maradtam így a középiskola szintnél mondani valóilag. Szóval azt nagyon szépen be lehet magolni, és meg lehet tanulni, és nagyon-nagyon-nagyon sikeres lehet az ember az adott
téren, ami érdekli, amilyen irányba elmozdult az életben. De ez max csak okossá teszi az adott illetőt azon a téren. Esetleg, hogyha mondjuk sok téren tanult, meg megmaradtak a gondolatai, meg a tanulmányának más része, akkor meg úgy sok téren okosabb, mint az átlag, mert a legtöbb embernek tényleg nem marad meg a legtöbb dolog, amit tanult bármelyik iskolájában, sok esetben még az sem, aminek tanult informatika mondjuk az én szempontomból, nem feltétlenül maradt meg, mert én hol használok Excel-t, meg ilyen ökörségeket, meg programozást is tanultam, ugye nem használom, nem emlékszem, meg se tudnék már csinálni egy programot, meg egy alapprogramot se. Hirtelen jó stream, meg ilyen fasságok megmaradtak C++-ból, de jó alapprogramot múltkor pont izéltem, gondolkodtam rajta, munka közben unatkoztam. Mondom, akkor így fejben megírok egy programot, kíváncsiak, hogy megyen még egyáltalán. Szóval nagyjából azt hiszem sikerült, mert utána is néztem utána, hogy hogy is kell pontosan, és akkor úgy voltam, hogy oké, az alap az megvan. Ki tudom írni, hogy Hello World, bazd meg. Tök jó. De hát annál többet már lehet, hogy nem tudnék, pedig hát jó, soha nem voltam jó programozásból, mert bevallom őszintén, miután megkaptuk azt a bizonyos tanárt, 11-ben onnantól fogva én lefostam az egészet magasról. Előtte azért úgy 4-es kategória lettem. És ezt miért mondom el tényleg, bazd meg? Na mindegy. Ezt sokszor mondom, na mindegy, na térjünk már viszont folytasd, mert ne beszélj már félre. Úgy is félre fogod beszélni, úgy is megállsz, úgy is izé, fasságokról kezdesz el magyarázni. Nem ez a lényeg. Szóval a szemembe az okos ember, és nem az okos, az intelligens ember, az ott kezdődik, aki a tanulmányának csak azt a 10%-át jegyzi meg, ami neki szükségszerű, és a maradék az elmében lévő maradék helyett olyan dolgokkal tölti ki, amiket ő saját magának fejleszt. Szóval saját maga által utána jár dolgoknak. Az én szememben valahol az intelligens ember az az, aki, hogyha hall egy idegen szót, az rákeres arra, hogy mit jelent. Most nem úgy gondolok idegen szóval, hogy egy idegen nyelvből egy szó, mint a spanyolul egy ízis, espanyol, nem, ez hülye. Mit vaya con Dios? Ez mit jelent, rákeresek? Oké, ez is egy dolog, de nem pont ilyesmire gondoltam, hallasz egy mondatot, mondjuk metódus. Mi az a metódus? Rákeresek. Így kezdtem. Mondom, nem azt mondtam, hogy egy kibaszottul intelligens ember vagyok, de nem tartom magam ilyen téren hülyének. Nyilván a lexikális tudásom az nem olyan hatalmas, bár nagyon sok olyan, ilyen olyan apró cseprő, mit tudom, milyen tudásokat szedtem össze életem során, ami által úgy a világ legtöbb terén azért nem azt mondom, hogy el tudnék helyezkedni, de úgy tudok válaszolni pár kérdésre. Űrutazás. Mi volt ez a űrutazás? Na szóval űrutazással kapcsolatban a fizika bizonyos részei, akár elméleti fizikával kapcsolatban is tudnék sok mindent mondani igazából, csak ezeket most mi a fasznak mondanám, úgy alapból vlogolni elméleti fizikáról, filozófiáról rengeteget, mert nagyon sok filozófusról tanultam új saját magamnak, nagyon sok. Hát még a matekkal is úgy vagyok, hogy én így saját kútfőből annak idején, miután már végeztem a középiskolával, azután így hát nem azt mondom, hogy foglalkoztam, de utána néztem ennek, annak, amannak. Soha nem tanultuk iskolába ugye a Fibonacci számsort például, max itt szóba hoztatnál egyszer az aranymetszést, meg ilyen dolgokat, de hát jó, mondjuk a Da Vinci kód elolvasása után kezdtem el úgymond érdeklődni a matematikának ilyen misztikusabb része iránt, de utána ott elindultam más téren is a matematikán belül, megismerkedtem olyan dolgokkal, amiket iskolában nem tanultunk, vagy azért, mert jóval emeltebb szintű anyag, vagy azért, mert egyszerűen nem érezték relevánsnak, hogy ezt leadják mondjuk, mint anyag. De irodalom terén is nagyon sok vers van, amit én úgy tanultam meg annak idején, hogy sokszor elolvastam, mert tetszett az a vers. És nem olyan vers volt, ami benne volt a irodalomkönyvbe. De van olyan vers is van, ami benne van az irodalomkönyvünkben, most benne volt az irodalomkönyvünkben, hú, most azt hittem hirtelen, hogy 18 éves vagyok megint. Szóval olyat is olvastam, ami benne volt az irodalomkönyvünkben, szöveggyűjtemény, vagy mi a szar, de nem vettük átugrottuk, ez nem olyan fontos verse, mit tudom én kinek. De nekem tetszett. Mit tudom, ott van a harc a nagy úrral, vagy mi, azt hiszem Adi Endre, harc a nagy úrral.
vagy valami ilyesmi, a disznófejű nagyúr. Nem tudnék most időzni belőle konkrétan, de azt nagyon sokszor olvastam, mert rohadtul tetszett az a vers. Ott van a hát Petőfinek bizonyos versei, mondhatnék külföldi, mit tudom, a William, nem fog, Ernest, nem tudom, nem fog eszembe jutni, az Invictus, a legyőzhetetlen, azt hiszem magyarul az a vers, angolul is tudom fejbe azt a verset, de most megint nem kezdem el sorolni. Volt olyan vers, amikor volt olyan videóm, amiben kielemeztem verset ugye fejből, mert tudtam fejből azt a verset, már annyiszor elolvastam, és az előszó, azt hiszem az Vörös Marti, hú, nem volt tisztában melyik vers, melyik amúgy, mert nagyon keverednek a fejemben a versorok. Vörös Martinak az előszava. Van egy másik, aminek nem fog eszembe jutni, Letészem a lantot. Azt is szeretem például. Nagyon sok verset szeretek, nagyon sok magyar, nagyon sok külföldi írótól, nagyon sok olyan írótól, aki költőtől, de akár írótól is. Hát ugye ott van Tolkien, Gyűrűk ura megalkotója, Gyűrűk ura világának, középföldi világának megalkotójának is van nagyon sok vers, és kifejezetten minőségi versek egyébként szerintem. Meglepően elhanyagolva van az ő költészete, pedig szerintem vannak ott kifejezetten, mint mondtam, minőségi darabok. Most miért kezdtem erről beszélni? Na mindegy, a lényeg az, hogy én nem feltétlenül tartom magam intelligensnek, de az átlagnál azért intelligensebbnek tartom magam, és nem azért, mert egy sznobgeci vagyok, és hú, versekkel, mi, kultúr. Nem ezért, mert tudok én is lemenni, patkány üzemmódba. Érted? Szóval nem egy kultúrát ember vagyok, csak utána nézek dolgoknak, amik érdekelnek, és az érdeklődési köröm nem szűkül rá egy dologra. Mert nagyon sok olyan ember van, és látod, hogy Facebookon felmész, hány olyan embert látsz, aki életében más nem osztott meg Facebookon, csak metal zenét. Oké, ő egy metal zene kedvelő, de attól függetlenül, ha az ember egy picit szélesebb látókörű, akkor nem csak a metal zenével fog foglalkozni, én sem csak a metal zenét hallgatom. Van, igen, van olyan rap zene, van olyan, nem azt mondom, hogy pop zene, de ilyen, amit sokan langyi zenének neveznek, abba is tudok találni olyat, ami tetszik, és ez nem azt jelenti, hogy azt hallgatom éjjel-nappal, mindig azt hallgatom, ami az kedvem van. Az, hogy az este 90%-ában filmzenéhez meg metalhoz van kedvem, az egy más tészta. Na mindegy. Szóval be azt akarom kihozni, hogy felmész Facebookra, hú, ez mindig csak animés posztokat oszt meg. Szóval nekem ezek az emberek egyszerű emberek. Mert oké, lehet, hogy nem csak az anime érdekli, de mindig azt osztja meg, mindig azt látom. Szóba elegyedsz vele, megkérdezi. Hú, néztél mostán valami animét? Én láttam 4 nagyon jó animét az elmúlt egy hétben, bazd. Szóval, érted? Én mindig is úgy voltam vele, hogy én szeretem a könyveket, szeretem az animéket, szeretem a filmeket, szeretem a rajzfilmeket, szeretem a könyveket, mondtam már. Játékokat, sorozatokat. Mindent szeretek a világon. Én. És ugye engem hívnak negatív szarembernek. Csak azért, mert az emberekről van egy nagyon durva véleményem, ami ugye visszajukadunk a videó elejéhez, hogy minden embernek van véleménye dolgokról, és mindenki azt hiszi, hogy a saját véleménye a tökéletes, az igazság. Szóval nekem van egy vélemény az emberekről, ami nem túlzottan pozitív. És ugye, mint mondtam, én úgy gondolom, hogy ebben igazam van. Nem teljes mértékben, tudom, hogy vannak olyan részei a véleményemnek, amik megkérdőjelezhetőek, meg, sőt olyat is tudok, ami szerintem se igaz, mégis így gondolom, sok helyzetben, meg hát alapból az emberi gondolatok, véleményeknek a nagy része helyzetfüggő. Nem tudod magad kivonni az érzelmi hatások alól 100%-osan. Nagyon szar a kedved, negatívabban állsz a dolgokhoz. Nagyon jó a kedved, pozitívan állsz a dolgokhoz. Én ugye próbálom a kettő közötti, amiről szó volt már, arany középutat megtalálni ezzel kapcsolatban. Nem lehetséges, lehetetlen, kibaszottul lehetetlen, és aki azt mondja, hogy nem, az hazudik, hülye, szarember. Vicceltem, most ez direkt volt ilyen alpári megfogalmazás. Nem hiszem el, hogy létezik arany középút, mert még soha a büdös életben nem láttam olyat. Láttam már olyat, hogy valaki csinált valamit, mondott valamit, és azt mondta, hogy ez az arany középút, de nem az volt. Alapból, hogyha arany középutat megtalálsz, szerintem akkor te nem fogod híresztelni. Buddhisták, szerzetesek, az az arany középút valahol. Nem is híresztelik, nem is mutogatják magukat, nem is
vlogolnak, nem is csinálnak semmi olyasmit, amivel feltűnést keltetnének, mert megtalálták az új ösvényt, ami a harmónia, a boldogság, meg a minden, és igazából egy tökéletes életforma valamilyen szinten. Mégis a nyugati ember, meg hát nem csak a nyugati ember, hanem a legtöbb ember ezt nem lenne képes kibírni, elfogadni, megérteni, pont azért, mert emberileg nem tartunk ott, hogy bármiféle valódi harmonikus életet éljünk. Nekünk maradnak az atombombák, a fegyverek, a politikai egymásnak esések, hogy jobb oldal, bal oldal, ahelyett, hogy középút, itt sincs középút, geci, jobb meg bal oldal van, érted? Jézusom, amúgy. Persze, ilyenkor is szokták mondani, de az a jó, hogyha az embernek van választása, meg véleménye, meg nem kell mindenkinek egyetérteni mindenben. Persze. Persze, hogy nem kell egyetérteni mindenben. Viszont vannak a hatalmas... Sőt, szerintem az emberek 90%-a pacifista. Még hogyha nem is vallja magát annak, nem is vallja be, hogy az pacifista. Ugye azt jelenti, hogy háború ellenes. Senki se szereti a háborút. Két ember szereti a háborút. Az, aki irányítja, meg az, aki nyer vele. Nyilván a háborúval senki nem nyer lényegében, csak az az öt ember, aki vezeti az egészet. Meg akinek az olaj jut. Arról is lehetne külön beszélni nagyon sokat az olaj. Magáról az olajról, hogy mi a geci. Hallod? Na mindegy. Szóval mindenki pacifista világon lényegében, legalábbis nagy rész gondolom, aztán vannak a nagy hazafiak, hogy meg kell támadni, Trump. Meg vannak ezek a fajta emberek. És mit a faszt akartam ebből? Ja, megvan a gondolat, jó van. Szóval, hogy van a jobb meg a bal oldal, most nem politikailag, hanem úgy most szétválasztom az emberiséget. Mert a legtöbbször ugye két idealizmus közül szoktak választani, úgymond az emberek. Demokrata, republikánus, keresztény. Hát most megakadt a dolog, mert mondom, mi a faszt emeljek a kereszténység mellé? Hát, iszlám, vagy tudom én faszom, bármelyik. Mormon, az pont nem, zsidó, tök mindegy. Értitek, mit akarok mondani, hogy mindig normál esetben egy háborúban, meg egy szituációban, vitában két ember áll egymással szemben, két idealizmus ütközik. Nos, ugye mindig azt mondják az emberek, hogy nem szeretik a háborút, nem akarnak háborút. Mindenki pacifista. Kurvára pacifista mindenki. Mégis egyetértenek abban az emberek, hogy szükség van a különböző szélsőséges vélemények ütköztetésének. Igen, kis formában erre szükség van, viszont az a baj, hogy ezek nem tudnak megmaradni kis formában. Szóval ahhoz, hogy a világon béke legyen, ahhoz nem az kell, hogy vitázhassunk egymással. És ez nagyon durva dolog lesz, senki ne sértődjön meg, senki ne álljon belém emiatt. Mindaddig, amíg az embereknek nincs azonos véleményük, nincs meg az arany középút, addig háborúzni fognak, ölik egymást, addig a világ ilyen lesz, amilyen. Addig kipusztulás szélére sodorjuk egymást, magunkat, sodorjuk egymást és magunkat. Addig, ameddig nem jön el az a falanszter, amit már az ember tragédiájában felvázolt ugye Madács. Hogy az emberek az arany középúton feladták az elveiket, oké, nem tudjuk a konkrét dolgokat, nem ez a lényeg, képzeljük ezt az utópiát, ahol minden ember egyenlő, minden ember egyforma, mindenki ugyanaz. És egyébként ezért harcolnak nagyon sokan, hogy mindenki egyenlő legyen, és... De addig nem lehet mindenki egyenlő, amíg vannak különböző vélemények, amiket ütköztetünk, mert ezek háborúkat szülnek, és fognak is szülni. Szóval, amíg nem jön el az az utópia, hogy minden ember egyforma és egyenértékű, egyenlő, akárhogy nevezzük, addig... A világ ilyen lesz. Addig Orbán Viktorok lesznek, addig Donald Trumpok lesznek hatalmon, addig Kim Jong faszomok lesznek hatalmon, addig itt Putyinok, hogyha valaki őt utálja mondjuk, addig jön egy újabb Hitler, addig jön egy újabb Stalin Lenintől kezdve. Ki hogy hívták már azt a faszom Kubait? Nem fog eszembe jutni mindegy. Szóval mindaddig, amíg az embereknek nincs meg az arany középút, nem adják fel az elveiket a jobb oldalon, nem adják fel az elveiket a bal oldalon, és közösen lépnek egy útra rá, addig a világunkat
fenyegetni fogjuk, addig globális felmelegedés, hogy mondjam, küszöbén fogunk állni, mert most még ugye azt mondják, hogy visszafordíthatóak a dolgok, meg hasonló, mindegy. Lehet, hogy nem, amúgy meg már csak így kamuzás az egész, vagy ki tudja már, fasz tudja már, mi van. Mindaddig, ameddig megvan a magánvéleményünk, és azt nem vagyunk hajlandóak feladni semmilyen más elvért, addig háborúk lesznek, és egymást fogjuk gyilkolni, akár szóban, akár kommentekben, akár fegyverrel, rosszabb esetben atombombával, de azt hiszem, hogyha egy atom lehullik most már egy országra, akkor ott mindenhova fog hullani, nem egy, nem kettő, hanem úgy tízezresével akár. Szóval ezért mondom azt, hogy a magánvélemény, az embereknek a véleménye, az egy olyan dolog, ami nagyon szép és nagyon jó dolog lenne, hogyha az ember nem lenne sem makacs, vagy hát nem azt mondom, hogy sem makacs, de ennyire makacs, ennyire egoista, ennyire én központú, hanem egy picit igenis a világ felé nyílna ki mindenki, de ugye nehéz úgy, hogyha mondjuk tényleg így a konzervatív szűklátókörű nézetek vannak még mindig előtérben, pedig egyértelműen azok okozták a legtöbb problémát ennek a világnak eddig. Szóval az én véleményem az, és nem azt mondom, hogy hú, most azonnal mindenki bazd meg egy szobába bezárkózik, úgyhogy egy szobába csak egy kis ágyikó van, meg egy szék, meg egy asztal, meg egy papír, meg egy toll, és így éli az életét a világ összes embere, egy kibaszott nagy falanszter keretein belül, meg nyilván ez sem megoldás, hanem nincs megoldás erre a problémára, mert ugye aki ezt a problémát meg akarná oldani, ő lesz a főgonosz. Lehet, hogy pont egy Soros. Nem lehet tudni semmit. Mármint, hogy úgy konkrétan nem lehet tudni semmit, hogy kinek mi motoszkál az agyában. És most ezzel nem azt mondtam, hogy Soros a jó fiú, hagyjatok engem békén, nem mondok ilyet. Csak most ő van így felkapva, mint főgonosz a magyarországi szempontokból. A világ szempontjából ugye Kim Jong-il, az az apja volt, nem? Fú, geci, nem tudok már semmit. Szóval Kim Jong, maradjunk ennyiben. Kim Jong, szóval Kim Jong van még feltüntetve egy világszintre egy nagy főgonoszként jelenleg, úgymond, egy boss harc esetleg majd valamikor, de mi van, hogyha ő csinálja jól? És nem azzal csinálja jól, hogy agyonlő egy embert, mert mit tudom én, beleharapott egy kenyérbe, ami nem lett volna szabad, vagy ilyen hülyeségek miatt, hanem úgy maga az alap filozófia az embernek lehet, hogy az a fajta diktatúra, ami nem az elnyomás, jó, a diktatúra az alapú elnyomás épít, nem tudom megfogalmazni egy olyan dolgot, ami nem létezik, bocsánat. Nem tudom megfogalmazni azt a világot, ami nem létezik, és nem hiszem azt, hogy lehetséges lenne ezekkel az emberekkel, ilyen emberi agyakkal létrehozni azt a világot. Mert itt csak az elnyomás az, ami jelenleg működhet ilyen téren, de az meg nem jó, szintén, főleg, hogy ugye az elnyomás az rögtön lázadást szít, vagy hát valami olyasmit, minden filmben ez van, bazd meg, hogy valakit elnyomnak, akkor az fellázad. Minden egyes filmben benne van az, hogy valakit elnyomnak és fellázad, nézd meg. Ha nem konkrétan egy ilyen nagy sereg nyom el valakit, az első rend, a birodalmiak, hanem orkok, hanem mit tudom én, egy ember nyomja el a lányát, aki lázad, elkezd emo lenni, ugye, vagy bármilyen felveszi a gót stílust, piercinget izél, minden a kibaszott lázadásról szól. Sehogy nem jó a világ. Mint mondtam, az arany középút lenne a megoldás, de azt meg nem lehet elérni. Mert az pedig pacifisták az emberek. Ez a véleményem jelenleg, hogy az emberi faj nem csak biológiailag, hanem, hogy mondjam, szóval kialakult a tudatunk. Tudatilag, lelkileg, minden létező téren az ember, és az, ami az embernek köze van, az egy geci nagy paradoxon. És ezeket a paradoxonokat fel lehetne oldani, ki lehetne bontani, és szóban is, meg lehetne fejteni, hogy miért van ez, viszont én úgy gondolom, hogy ez kurvára nem lényeges. Azért nem megyek bele be mélyebben. Azért beszélek csak így és csak ennyiről ez esetben, mert szerintem
amíg a gyakorlatban ez nem történik meg, addig felesleges szóban gondolkozni a feloldásáról, mert szóban sem lehet, mert nincs arra utaló nyom, hogy el tudna indulni ez a folyamat bármilyen úton, módon. Ezért nincs meg gondolatkísérlet formájában sem az a lépcsőfok, az a momentum, és ez nem egy utalás volt politikailag, amiből ki tudnánk indulni, hogy ez hogyan is nézne ki. Valószínűleg a világnak a jobbátétele az azzal kezdődne, hogy valaki leigázná a Földet. Nevezzük Földön kívüli fajnak. Onnantól fogva az emberi faj összefogna. Nem örökre, de az összefogás, ez a együtt, ez se egy politikai utalás volt. Mi van? Magamat zavarom össze. Szóval együtt megoldást találni egy világméretű problémára, ha már a globális felmelegedés számunkra nem elég veszélyes, meg nem elég félelmetes, mert majd 500 év múlva megisztuk a levét, azt érdekel, megdöglök addigra, majd az unokám unokája, majd az megoldja. Okos gyerek lesz az. Matekot tanul, majd reggeltől estig. Értitek, mit akarok mondani szerintem? Hogy mondjam ezt még szebben? Az a baj, hogy ez a végső konklúzióm az egy olyan dolog, hogy ez egy nem szép dolog. Hogy bárhogy fogalmazom meg bármelyik verzióját fogalmazom meg a mondani valómnak, az indulatokat tud kiváltani. Az embernél a szabad akarat volt az, ami elindított egy olyan folyamatot, ami nagyon rút irányba hozott minket. Szóval vagy egy nagy pofon kéne az egész emberiségnek, ahhoz meg ugye az kell, hogy akkor emelkedjen a vízszint 50 métert. Jó, nem 50 métert, de mit tudom, 1 métert. Fulladjon meg 10 millió ember. Hollandia, Belgium, New York, Florida, mit tudom én, fulladjon meg. Nagyon csúnya példa, nagyon ronda példa, de ebből olyat tanulna az emberiségbe, az meg, hogy remélhetőleg örökre, de jó időre nagyon szép irányba indulna el. Ez lehet közben meg nem. De erre is vissza lehetne térni majd. Filmekben főgonoszok céljait nagyon sok esetben vizsgáljátok meg. A World War Z című könyvben volt egy ember, aki nem is tudom, ahogy volt pontosan, a lényeg az, hogy volt egy mártír. Ugye nem csak úgy lehet mártír halált halni, vagy mártírkodni, hogy mint Jézus Krisztus tette a Biblia szerint, hanem úgy is, hogy ennek te megiszod a levét. Mármint nyilván a mártírkodás azt jelenti, hogy te megiszod a levét, de úgy, hogy konkrétan mindenki gyűlölni fog érte, viszont megmented az emberiséget. Hogy mikor túlnépesedés van, és te azt mondod, hogy most mi a fasz lesz. Ha nem csinálunk semmit, akkor túlnépesedünk és kihalunk, viszont hogyha megcsinálunk valamit, akkor az durva dolog kell, hogy legyen, akkor hirtelen meg kell ölni 1 milliárd embert. Akkor most mi legyen? Halljunk ki teljesen, vagy halljon meg 1 milliárd ember? És felvetül a kérdés, hogy mi a fasz csinálnál. És ugye ilyenkor jön be egy mártír, és azt mondja, hogy oké, figyelj, én megnyomom a piros gombot, mindenki gyűlölni fog engem, mondjátok azt az embereknek, hogy én tettem, és így megmarad a kormány. Ugye Batmanben is ez volt a Dark Knight-ban, hogy én Batman nem ölte meg ugye a, hogy hívják faszom, Harvey Dentet, a fehér lovagot, a Gotham városának a védőszentjét, istenét, majdhogy nem már, aki lényegében elveszett az emberségét, és ugye hát pont, hogy azért vállalta magára Batman itt az összes rossz dolgot, amit ő tett meg minden, hogy mert fennmaradjon az eszme, meg ennek az embernek az emléke, ezáltal megtartva minden jót, amit korábban tett. Na ugye, erről szól nagyon sok főgonosz karakternek a története, nem pont így, nyilvánvalóan nem pont így, de nagyon sok olyan negatív karakter van filmekben, könyvekben, bárhol, ahol a cél maga, a végső cél, az egy rohadt jó dolog lenne, a módszerekkel van gond, ugye a legtöbb ilyen esetben. De vannak olyan helyzetek, amikor bizony lehet, hogy nincsenek jobb módszerek itt a dolgok rendezésére. Most nem tudom, legjobb példa mi lehetne erre így a valóságunkból kifolyólag, de igen, valamikor rohadt nagy áldozatot kell hozni azért, hogy jobb legyen. Mert tényleg, hogyha ott van egy bomba, egy darab kislánynak a testére
csatolva, vagy hogy mondjam, erősítve, meg ott van egy, mit tudom én, egy stadion, tele, hát stadion, ez megint egy rossz példa, mert megint azt utalgatok valamire. Ott van egy busz. Legyen csak egy busz. Mit tudom, rajta 50 emberrel, és azon egy bomba. És hogy mi a szar ez a síp? És hogy dönteni kell, hogy a kislány, vagy a busz, meg az emberek a buszon. Az, amelyik mellett döntesz. Nyilvánvaló döntés, ugye, hogy a több ember. És vannak olyan helyzetek, amikor nincs az, hogy mindkettőt meg lehet menteni. Nem lehet minden esetben mindenkit megmenteni. Na mindegy. És itt most ugye arról van szó, hogy saját magunkat kellene megmenteni, de még azt se fogjuk. Mert mi kéne. A faszom ez a sípolás. Na, ezt a videót itt fogom abba hagyni. Én így nagyjából elmondtam, hogy szerettem volna. Most még ezt így ki újra gyorsan összegzésként esetleg összefoglalva. Nem foglalom össze inkább. Idegesít, esküszöm idegesít. Nem tudom, ha hallatszik-e. Hogy itt tartom a fejem, nem hallom. Így meg már nagyon. Na mindegy. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem tetszett, lehet indulatokat korbácsoltam, meg mindent. Ez van, erről szól a gondolkodás, bazd meg, hogy indulatokat generál, és olyan dolgokra gondolj, amikre alapesetben lehet, hogy nem. Mint egy normál ember élete. Jó, hol a bolt, meg a bank, meg a posta? Ebből áll az életem, aztán szabadjunk a figyelmet. Mi az az internet? De jó kis videó végére kellett egy ilyen mi. Leoltom ezt a lámpát, meg kibassza a szemem. Csak kell, meg így meg nem látszik semmit, meg azért legalább az egyik oldalon megvan, bár így két arc vagyok legalább egy picit, nem? Nem. Na. Szia. Szóval ezt hívják úgy, hogy gondolkodás. Minden ember gondol mindenfélére. Aztán vannak emberek, akik kimerik mondani és mernek véleményt formálni, meg vannak emberek, akár videósok, akik nem mernek véleményt formálni semmibe. Max az, hogy ez a Lego kocka, ez ide való vagy oda való? Szerintem oda való. Csak ennyiből áll az egész videózása. És most nem. Nem olyan videós szittem, aki Lego videókat csinál, mert amúgy csinál bárki Lego videókat, biztos van. Esküszöm rákeresek, néznék Legos videót. Szóval nem utaltam senkire, ez egy nagyon elvont példa volt a Legóval, de akkor mondom azt, hogy mit tudom én. Max abban foglal állást, hogy fú, vajon Coca-Cola vagy Pepsi? Spongyolj, tartajam! És akkor ugye ebből áll a vélemény formálás, hogy szerintem a Pepsi jobb, mert ők többet fizettek. Most vittem túlzásba, bazd meg a videót. Na, remélem, teljes mértékben érthető, amit szeretnék mondani. Ha meg nem, akkor sajnálom. Mindenkinek üzenem, hogy nyugodtan be lehet kopni a faszomat.